Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sok idős küzd depresszióval, aktív programok segíthetnek kilábalni a kedélybetegségből. Helytelen táplálkozás, kevés mozgás, nő a túlsúlyos gyerekek száma. Drágább lenne az orvosi ügyelet, felbonthatják a szerződést az egészségügyi szolgáltatóval Tolnán. Tárgyalás, kokaint és tiltott testépítőszereket árult egy tolnai férfi. Lelki egészségnapot szervezett a Tolna megyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája Szexárdon. A többnapos rendezvénysorozat Zsiga Attila életigen programjával indult. Az életmód tanácsadó a Nyugdíjas Polgári Egyesület tagjainak tartott előadást Depresszió helyett mondj igent az életre címmel. A szakember a derűs életszemlélet fontosságára hívta fel a figyelmet, ez különösen az idősek körében elengedhetetlen, hiszen körükben gyakori a depresszió kialakulása, az egyedüllét, valamint a betegségekből eredő kiszolgáltatottság miatt. Nem kell a gyógyszer, elég a kert meg az ásó. Ezzel a címmel posztolt egy bejegyzést a Falusi Élet nevű csoport a legnagyobb közösségi oldalon, ami közel 4000 embernek tetszik, és rengeteg hozzászólás érkezett. Mind az időskori aktivitás testi és lelki egészség megőrző hatását méltatva. A Tolna megyei Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is azt mondja, a lehangoltság ellen a legjobb fegyver az aktivitás, a jókedv és a társaság. Ezért igyekszik minél több programmal megkínálni az egyesület tagjait. Ugye a mi tagjaink az 65, illetve inkább 70-től 93 évig terjed. Na most majdnem minden második özvegy egyedül élő hölgy. És ezért próbálunk mi olyan előadásokat szervezni, amiben egy kicsit lekötik, kikapcsolódik a mindennapos problémáktól, gondolatokból, és rengeteget túrázunk. Depresszió helyett mondj igent az életre. Ezzel a címmel tartott előadást Zsiga Attila életmód tanácsadó, a Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája által szervezett lelki egészségnapon az egyesület tagjainak. A szakember arra kívánta felhívni a figyelmet, hogyha az élet derűs oldalát keressük, hálásak vagyunk az életünkért, már is sokat tettünk a lelki egészségünkért. Ha rendszeresen azon gondolkodom, hogy mim nincs, ez azt jelenti, hogy vagy már elmúlt, vagy nem szereztem meg, amit szerettem volna, tehát ez a veszteség. Ha folyamatosan ezen gondolkodom, nyilván önsajnálatba fog torkolni a dolog. Viszont gondolkodhatok azon is, hogy mim van. Annak ellenére, hogy valami már nincs. És hogyha én megtalálom azt, hogy mi van, annak ellenére, ami elveszett, és ennek én tudok örülni, akkor az egy pozitív, derűs életlátáshoz vezet. Szakemberek szerint az idősek körében gyakori a depresszió kialakulása, az egyedüllét, az izoláltság, valamint a betegségekből eredő kiszolgáltatottság miatt. Ráadásul az elhúzódó, kezeletlen depresszió akár öngyilkossághoz is vezethet. Ezért lenne fontos a szemléletváltás és az, hogy a szűk környezet, vagyis a családtagok, barátok, ismerősök még jobban odafigyeljen a 60 év felettiekre. 2018-ban egyébként 1656-an követtek el öngyilkosságot Magyarországon, 22-vel többen, mint 2017-ben. Tolna megyében 39-en vetettek véget életüknek. A 20 év alattiak és a 60 év felettiek körében évek óta nem csökken az öngyilkosságok száma. Veszélyesen sok kullancs lehet idén. Az enyhetél kedvezett a kullancsok elszaporodásának, véli Kapiller Zoltán István, a Magyar Kullancs Szövetség elnöke. A magyarországi kullancs állomány lényegesen nagyobb, mint 10-15 éve, amely a talajmenti fagyok hiányával magyarázható, fejtette ki a szakértő. Elmondta, a kullancsoknál február végén, március elején elindul a nagy tavaszi rajzás, amely augusztus közepéig tart.
Szakemberek szerint a kullancsok egyre több betegséget hordoznak, ezért is érdemes ellenük védekezni. Például úgy, hogy túrezáshoz zárt öltözéket húzunk, valamint kullancsriasztó és eltávolító eszközt is viszünk magunkkal. Több mint 72%-kal emelné az árait idén az orvosi ügyeletet Tolnán ellátó egészségügyi szolgáltató cég. Az önkormányzatnál egyelőre nem fogadták el az ajánlatot. Azt mondják, elképzelhető, hogy inkább felmondják a szerződést és más szolgáltatót keresnek. Még 2017-ben kötött a Tolnai önkormányzat Faddal, Fácánkerttel és Bogyiszlóval együtt szerződést a Budapesti Kft-vel. Azért kellett őket megbízni az orvosi ügyelet ellátásával, mert a helyi doktorok nem vállalták a feladatot. Akkor úgy állapodtak meg, hogy 93 forintot fizetnek minden egyes érintett lakos után havonta. A cég nem egy évvel később 10%-os emelést kért, azt még megkapta. Most viszont azt mondják, az idei évben már csak 177 forint per fő áron tudnák a szolgáltatást ellátni. Ez több mint 72%-os drágulás egyetlen év alatt. Véleményünk szerint, és a mi közbeszerzési szakértőnk véleménye szerint a jelenleg hatályos szolgáltatási szerződés szerint nem is emelhetünk ekkora árat. Az önkormányzatnál azt mondják, tudják, hogy súlyos szakemberhiány sújtja az egészségügyi alapellátást, de ekkora drágulást nem tudnak igazdálkodni egyelőre. A közbeszerzési hatósághoz fordultunk, hogy mennyiben módosíthatjuk az eredeti szerződést, aztán majd meglátjuk a későbbiekben, hogy módosítunk-e vagy sem. Vagyis az sem kizárt, hogy az önkormányzat felmondja a szerződést, és új szolgáltatót keresnek. Egy friss jelentés alapján a légszennyezés évente több millió embert öl meg. A szakértők szerint a rossz levegőminőség miatt átlagosan 3 évvel csökken a várható élettartam. A légszennyezés így pusztítóbb, mint a háborúk, a dohányzás vagy a potenciálisan halálos betegségek. Egyes kutatások szerint a légszennyezés csak 2015-ben globálisan 9 millió korai halálesetet okozott. Összehasonlításképp a dohányzás évente 7 millió, az AIDS pedig 1 millió ember haláláért tehető felelőssé. A szakrendelések vizsgálatai kimutatták, hogy folyamatosan nő a túlsúlyos gyerekek száma. A jelenség mögött a nem megfelelő táplálkozás és a mozgásszegény életmód áll. A vizsgálatokat követő konzultációk is sok esetben süket fülekre találnak, ami egy beteg társadalom kialakulásának veszélyét vetíti előre. Mindenről Ripül Ilona, a Szekszárdi Balassa János Kórház főorvosa beszélt. Már a gyermeket vállaló anya se legyen túlsúlyos, mert ebben az esetben a hajlam öröklődik. Erre rakódik a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. Az elhízás továbbra is az egyik legjelentősebb környezeti tényező, ami későbbi betegségekhez hozzájárulhat. Tehát a 70-es évektől megtízszereződött a gyakoriság. Az utóbbi évek adatai szerint Magyarországon minden ötödik gyerek túlsúlyos, ezen belül pedig 5%-uk elhízott, tehát kórosan kövér. A kicsi korban jelentkező elhízás az esetek döntő többségében felnőttkori kövérségé alakul, megágyazva ezzel a betegségeknek, a magas vérnyomástól a szív problémákig. A baj, mondja Kripli Ilona, hogy a figyelmeztetés sok esetben hatástalan. Az életmód váltás részleteit kell kibontanunk, ezt kell hatékonyabbá tennünk. Ugye ez sok időre lenne szükség, aminek a kereteit meg kéne teremteni minden család esetében legalább egyszer, vagy ha kell, lesz ismételve többször. A környezetváltozás, a pozitív hozzáállás és a figyelem adhat esélyt a gyerekeknek a fogyásra. A megfelelő mennyiségű mozgásra, a kornak és testalkatnak megfelelő táplálkozásra és a negatív hatású szokások megszüntetésére van szükség, melyben együtt kell működni a családnak és az ellátórendszernek. Készülnek a virágüzletek a közelgő nőnapra, amikor napi forgalmuk megtöbbszöröződik. A tapasztalatok szerint egy-egy vevő legalább 1000 forint értékben költ ilyenkor virágra. A vásárlók körében a legnépszerűbbek az egyszálas virágok, a kisebb csokrok és a tavaszi hagymás cserepes virágok. A vevők előszeretettel választják a többségében hazai termesztésű fréziát, jácintot, narciszt, továbbá a rózsát, gerberát, szegfűt, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. Egy átlagos virágüzlet több száz szál virágot ad el nőnapkor, de ez nagyban függ az elhelyezkedéstől és a törzsvásárlói körtől is.
Megérkezett az első fekete gólya a Gemenci erdőbe. A fokozottan védett madára bekamerázott fészekbe március 3-án a reggeli órákban landolt. Az eddigi tudományos megfigyelések szerint a fokozottan védett fekete gólyák, elsőként megérkező egyedei, gyakran több, még el nem foglalt fészket is megtekintenek, hiszen keresik a legmegfelelőbb helyet a költésre és az utódok felnevelésére. Az ügyész szerint kokainnal és tiltott testépítőszerekkel kereskedett több tolnai férfi. A drogokat akasztóról vették, a szteroidokat pedig az interneten rendelték. Most azt mondták a tárgyaláson, csak saját használatra szerezték be az anyagokat. Rendőrségi videó arról, ahogy a drogkereskedelemmel vádolt két férfit előállítják és kihallgatják. Tolnán fogták el őket még 2018 nyarán. A vád szerint a 32 éves akasztói diller 40 g kokain szállított a 45 éves tolnai férfinek előre kiadagolva, 50 darab zacskóban. A tolnai vádlott most azt mondta, többször vett már ennyi drogot az akasztói férfitől, minden alkalommal saját használatra. Napi egy zacskót fogyasztok, ez hangulat függő. Amit lefoglaltak, kokain, ez 50 darab kis zacskó, körülbelül szereztem. Akasztón buliban ismertem meg, de már nem emlékszem pontosan. A díler viszont tagadta, hogy rendszeresen üzleteltek volna. Az ügynek van egy harmadrendű vádlottja is, egy szintén tolnai férfi. Nála több száz adag tiltott testépítőszert és szexuális vágykeltőt találtak. Az ügyben egyelőre nem született ítélet, mert egy tanú visszavonta a korábbi terhelő vallomását. A következő tárgyalás áprilisban lesz. Március 16-áig SMS-ben is kérhető az adóbevallási tervezet postázása, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna megyei igazgatósága. A NAV idén is külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Az elkészített tervezeteket a NAV március 15-től elektronikus formában elérhetővé teszi. Akinek még nincs ügyfélkapuja és nem is szeretne elektronikusan ügyet intézni, az idén is kérheti az adóhivataltól a tervezetének postázását. Ehhez nem kell más tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz március 16-áig. Ha valaki ezt a március 16-ai határidőt elmulasztja, tehát nem kéri addig a postázást, akkor fontos, hogy utána már csak majd személyesen az ügyfélszolgálatokon tudja ezt a tervezetet kikérni, vagy pedig még május 20-áig mindig ügyfélkaput nyithat igazából, akár május 20-án is, és megnézheti úgy a tervezetét az ügyfélkapun keresztül, jóvá hagyhatja azt, vagy pedig beadhat egy új személyi jövedelemadó bevallást. Ritkán nyer abszolút esélytelen csapat egy magyar kupa döntőjében a felnőtteknél, legyen bármelyik népszerű labdajátékról szó idehaza. A női futszában alig ha nem megtört a jég. A szekszárdi UFC eljutott a szombathelyi négyes döntőbe, majd ott a Budaörs legyőzése után a magyar válogatottakkal teletűzdelt kiskunfélegyházi Asztrát nem csak megállította, hanem le is győzte ez alkalommal a két felnőtt rutinos játékost is a soraiban tudó szekszárdi Csikó csapat. Ezzel az első sikerrel úgy gondolom, ami nem is kicsi volt, hanem egy hatalmas siker beérett, hiszen az első utánpótlás edzésünkön ott volt ugye Kágyi Rebeka, Csóka Panna, Kovács Kinga, és még Dombi Katát is megemlíthetem, aki ugyanúgy ott kopogtat az első csapatnak a kapujába. Tehát ez mutatja, hogy jó úton haladunk, és az utánpótlás, amit én hangoztatok már hosszú ideje, tehát hogy nekünk a jövőnk az utánpótlásban van, és ezzel a sikerrel úgy érzem, hogy bizonyítottunk is, hogy ezen az úton kell maradni mindenképpen. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót Somogy és Baranya megyékből. Mesefal és interaktív játékok, a Pécsi Gyerekklinika kisbetegeinek segít a Nevetni Kék Alapítvány. Nélkülözhetetlen nádasok, hidrobiológus tartott előadást Balatonszemesen. Baráti sütögetés és jótékonykodás, 6. alkalommal rendeztek fámsütőversenyt Gödrén. Játszottak a gyermekekkel, mesefalat festettek és egyedi játékokat is készítettek a Nevetni Kék Alapítvány önkéntesei. A szervezet tagjai rendszeresen segítenek többek között a Pécsi Gyermekklinika kis betegeinek vidámabbá tenni a kórházban töltött időt. Az egyesület folyamatosan fogad további önkénteseket is, akik egy képzés után foglalkozhatnak a gyerekekkel.
Ezeken a felvételeken a Pécsi Gyermekklinika mesefalát adták át ünnepélyes keretek között. Az intézményben fontosnak tartják, hogy a kisbetegek mellett ne csak ápolók és orvosok, hanem szüleik is ott legyenek. Azonban a hosszas várakozás vagy bentartózkodás monotonná válhat, ezért a lehetőségek szerint minél jobban szeretnék lefoglalni a gyerekeket. Így készülhetett el a mesefal, melyben nagy segítséget nyújtott a Nevetnékék Alapítvány. Nem csak a falat festették ki gyermekbarát módon figurákkal, hanem tucatnyi, vagy talán több tucatnyi interaktív játékot is elhelyeztek ezen a falon. Tehát az ambulanciára érkező gyermek negyed órákat, fél órákat tud szaladgálni az egyik játéktól a másikig, mint hogyha egy játszóházban lenne. Mindeközben a várakozási idő kellemesebben telik a kicsik számára. Mint megtudtuk, a Nevetnékék Alapítvány tagja egy festőművész is, aki a falat tervezte. Egy gyors talpaló után pedig a szervezet ezen projektben résztvevő tagjai készítették el az alkotást. A játékokat pedig egy hegedű készítő készítette, de magát az, hogy milyen játékok legyenek, azt így közösen találtuk ki, viszont az, hogy technikailag ezek hogyan valósuljanak meg, hogy egyetlen egy eleme sem levehető, lenyelhető, elvihető, ez viszont az ő feladata volt, és ugyanígy a kivitelezés is. Mindegyik játék egyedi, kifejezetten erre a folyosóra, illetve a kép témájához legyártott, úgyhogy máshol ilyen nincs. Az alapítványban Pécset jelenleg 50 tag dolgozik. A szervezet folyamatosan fogad önkénteseket, az egyetlen feltétel a 18. életév betöltése. Egy felkészítő képzés után már játszhatnak a gyerekekkel, hiszen az alapítvány munkatársai rendszeresen látogatják a kisbetegeket. A Balaton 600 négyzetkilométeres tófelületének mintegy 2%-a, vagyis 1200 hektáron nádas. Ezek szerepe nem csak a vízminőség szempontjából fontos, hiszen a növény megvédi a külső terhelésektől a vizet, valamint a parti területeket is kíméli. Mondta előadásában Pomogyi Piroska, hidrobiológus. A szakember előadására lakossági igény mutatkozott, ezért szervezték meg a tájékoztatót a településen. A nádasok hozzátartoznak a Balatonhoz és a tó ökoszisztémájához. Jelenlétük ezért több szempontból is fontos. Ezekre hívták fel a figyelmet a Balaton szemesen tartott fórumon. A településünkön az elmúlt időszakban többen is megkeresték az önkormányzatot azzal a céllal, egyik oldalról, másik oldalról, hogy a nádasaink bővülnek, a másik oldalról meg ugye, hogy nem szeretnék, hogyha bővülnének. Emiatt szerettük volna azt kialakítani, hogy lehetőség legyen a lakossági szintről itt előadás formájában kérdéseket feltenni. Balatonszemes mintegy 5,3 km hosszú partszakasszal rendelkezik. Nádas valamivel több mint 6 hektáron található itt. Mint azt a nyugalmazott vízügyi szakember tájékoztatójában elmondta, ahhoz, hogy a nyílt víz vízminősége mindig jobb legyen, nagyon fontos egy parti növénysáv. Maguk is egy komplett élőrendszer, ökoszisztéma, ahol a növények ugye a napfény energiáját megkötik, szerves anyagot állítanak elő, és mindenki más ezt fogyasztja. A nádas is ilyen növény, szép hivatalosan úgy mondjuk primér producens, és rengeteg élő lény él a nádasokban, nádon is, magán is, de egy komplett élőlény hálózat, táplálkozási kapcsolat, energiahálózat csatlakozik rá. A nádas a külső terhelésektől is megvédi a vizet, de a parti területeket is kíméli, mondta előadásában dr. Pomogyi Piroska. Egy 5-10 méter széles nádasöv van, akkor már nem tudja a hullám elvinni a partot, valamivel olcsóbb, mint egy beton partvédőmű például, és természetes partvédelmet is jelent. A Balaton tófelülete 600 négyzetkilométer, ennek mintegy 2%-a, 1200 hektár a nádas, mondta tájékoztatójában a szakember. Arra jó, hogy a jelentős terhelések legnagyobb részétől megvédje a Balaton, az egészséges ökoszisztémához kell. Ha sokkal több nádas lenne a déli parton, például viszonylag sekély vízmérségek vannak, ott bejebb tudna húzódni, de az már az elmúlt sarasodás felé mutatna. Tehát én úgy érzem, hogy de ez hit kérdése is, az én közel 50 éves tapasztalatom azt mutatja, hogy a nyílt víz nádasöv aránya, ez a 2%, ez körülbelül jó. Azonban, ha bejárókkal, stégekkel felszabdaljuk, akkor megtörik a nádas egysége, folytatta a hidrobiológus. A nádasok ökoszisztémájának az sem használ, hogy egyes helyeken a betöltéseknél vagy különböző stégeknél idegen honos növények kerülnek be.
12 csapat részvételével idén is megrendezték a fánksütő versenyt Gödrén. A rendezvény célja a közösség összekovácsolása mellett a település óvodájának támogatása. A megmérettetésen készült farsangi süteményt ugyanis egy jótékonysági vásár keretében értékesíthették is. A befolyt összegből a Tündérkert óvodának segíthettek a vásárlók. Idén 6. alkalommal rendezték meg a fánksütő versenyt Gödrén. A megmérettetésre baráti társaságok, civil szervezetek és települések jelentkezhettek. A program célja, hogy a környékbeli közösségeket összekovácsolják. A csapatok minden évben hasonló létszámban vettek részt a rendezvényen. Mondhatom, hogy a létszám az talán mindig állandó, 12 és 17 csapat között mozog, jelenleg 12 csapat jött el. Szentőrincről, Sázsról, Vargáról, Paléból, Gödréből, Sázsról is. Tehát mondhatni azt, hogy a környező települések mindig részt vesznek ezen a rendezvényen. Két kategóriában indulhattak a jelentkezők, hagyományos és modern fánk. A hozzávalókat a szervezők biztosították. Palé község önkormányzata idén először vett részt a versenyen. A paléi puffancsok csapata többféle finomságot is készített. Háromféle fánkkal készülünk, az egyik az virslis medvehagymás lesz, ez egy sós tésztával lesz készítve, és a másik az egy hagyományos szalagos fánk lekvárral, többféle házi lekvárt hoztunk mellé, és akkor a harmadik féle meg egy mandulás, csokis pudingos ilyen kis díszítést fog majd kapni. A fánkokat zsűri is értékelte különböző szempontok alapján. A csapatmunka mellett figyelembe vették a kinézetet, az állagot és az ízt. Emellett egy vásár keretében értékesíthették is a farsangi süteményt a készítők. A befolyt összegből a Gödrei Tündérkert óvodát támogathatták a vásárlók. Különleges sárkányhajó versenyt rendeztek Siófokon. A hatfős csapatok a kötélhúzás mintájára lapátoltak a vízben. A rendhagyó megmérettetésre felnőttek és gyerekek egyaránt neveztek. Komoly csatákat és könnyed győzelmeket is hozott a beltéri sárkányhajó verseny Siófokon. Voltak, akik már gyakorlott evezőként szálltak vízre. Nagyon szuper, nagyon jó program, én még sose voltam ilyenen, evezni járunk, évek óta igazából összeszokott csapat vagyunk részben, akik itt vagyunk, de ilyen beltéri versenyen még nem vettünk részt. Olyan, mint egy kötélhúzás valójában. Elkészül! Fiatal kajakkenusok és szülők is egyaránt megmérettettek a versenyen. Kisfiam itt evezetben az egyesületben, és úgy volt, hogy vele jövök. Csak sajnos lebetegedett, úgyhogy így én képviselem a kis családunkat. Szombaton összesen több mint 60-an lapátoltak a sárkányhajó versenyen, amelyen bárki vízre szállhatott, mondta a program ötletgazdája. Télen minden lehetőséget megragadunk, ami csak van, hogy a vizes környezetbe tudjunk mozogni, edzeni, úgyhogy úszunk, kajakozunk a medencében, és hát a sárkányhajó az egy szabadidős kategória sok esetben. Szerettünk volna a tagságunk mellett a külsős érdeklődőknek is nyitni egy ilyen lehetőséget. A program célja nem a győzelem, hanem a jó hangulat és a kajakkenu sport népszerűsítése volt. A csatákra nem csak a versenyzők, hanem a fürdő vendégei is kíváncsiak voltak. Nem is egy ilyen óriási versenynek kell ezt felfogni, hanem egy kicsit mókáznak a csapatok, jól érzi mindenki magát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy darab sárkányhajó került a medencébe, és a két végébe két hatós csapat ült be, illetve száll be, és elkezdenek evezni. És mint a kötélhúzás, tulajdonképpen el kell tolni a hajót, az a nyertes, aki eltolja előbb, hamarabb a hajót, és a bóján átmegy a szalag. Siófok első medencés sárkányhajó versenyén 15 csapat több kategóriában mérte összerejét. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Sok idős küzd depresszióval, aktív programok segíthetnek kilábalni a kedélybetegségből. Helytelen táplálkozás, kevés mozgás, nő a túlsúlyos gyerekek száma. Drágább lenne az orvosi ügyelet, felbonthatják a szerződést az egészségügyi szolgáltatóval Tolnán. Tárgyalás, kokaint és tiltott testépítőszereket árult egy tolnai férfi. Szerdán még nagyrészt borús idő lesz jellemző. Szorványosan, időszakosan, de késő délutánig bármikor eleredhet az eső is. Élénk szél fúj majd. Késő délután este már csökkenni kezd a felhőzet, mérséklődik a szél. Éjszaka szélcsendes, zömében csillagfényes, hideg időre van kilátás. Fagypont köré hűl a levegő.
Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!